Szevasztok srácok, üdv mindenkinek, itt vagyunk egy újabb bemutató videóval, melyben elosztam nektek a Class Dominátort. Többfajta változatban is, mint amit látjátok, van 202-es, 203-as, 204-es, 208-as és 218-as változatban. Nagyon szépen néz, nagyon szépen le van modellezve, minden tiszteltem a készítőjé, illetve tartalmaz ez a módcsomag még egy-két exkluzív pótkocsit is, ami ilyen kicsit ilyen nem megszokott, van benne kicsit retrósabb, tehát régebbi, jobb kinézetben, ugye ezeket majd tesztelni is fogjuk majd videókba is, látni fogjátok is, hogy pontosan ez hogy néz ki, de ez a módcsomag, ez amit itt összeraktam nektek, az ezeket tartalmazza, illetve van benne még ugye egy vágóasztal és egy vágóasztal szállító pót is, nagyon szépen meg van csinálva, itt ezt vagyok kimondott egy 2018-as felszerelve, tehát igazából ezt így fogjátok tudni majd használni, úgyhogy lehet majd vele szépen aratni. Hogy is néz ki ez magába? A játékban megtaláljátok majd a gépet, ugye a betakarító gépek között a legutolsó oldalon találjátok meg a Dominátor 200 megat, pakkról beszélünk. Nagyon szépen le van modellezve, nagyon jól néz ki. Miket tudtok kerékezni? A kerekeket tudtok igazából kerékbelt, a standard, széleset tudtok, tervezést ugye lehet neki adni itt a... Na megint, illetve tudjátok változtatni a típusát, meg ugye a lóerőt, tehát 203, 204, 208 és 218. Valójában a színválasztékben egy ilyen sötétebb szín is van, hogyha szeretnétek megjelentés színbe is azért lehet még itt látni, kis színeket lehet hozzá kalibrálni. Teljesen testre szabható, hogy szeretnétek, úgyhogy nagyon jó kis kombájn, szerintem sokak által ismert, csak át van egy kicsit dolgozva, és akkor így több kivitelbe és motorbeállításra is megtaláljátok. Illetve a modpack tartalmaz még egy-két pótkocsit, nagyon tetszett nekem, ebből kifogondoltam, bemutatom nektek. Három darab ilyen kicsit fiatalabb, illetve három ilyen kimondottan régi típusú pótot láttok itt ugye a modok között. Ugye itt mindegyiket szépen meg lehet szabni, hogy miért szeretné, teljesen föl lehet pozícionálni, akár nagy vállabilderrel is, ugye kerékbeállítást, minden márkát, hogy lehet neki különböző rendet adni, illetve az alapszínek, amit csak szeretnétek. Minden teljesen magatokra tudtok szabni, nagyon szépen lemodellezett pótkocsikról beszélünk, mindegyiket hasonló módon tudjátok fel-upgrade-elni, az alapszínek a bármitől elmehetünk, akár a rózsaszínig is, teljesen rátok van bízva, illetve itt a még harmadik típus is ebből a itt modernebb, de mégis retróval, ez is így néz ki. Ami nagyon old school, ők az az utolsó három, amit itt láttok, ugye itt van a Pedur, a másik kicsit szállító, illetve a nagyobb 12.000 literes. Szerintem ez is nagyon jó kis gazdaság, nagyon szépen le van itt is modellezve. Egy kicsit komolyabb, illetve rozsdás gépet ugye látunk. De ne tévessze meg senki, 29.000 litert lehet belepattintani, úgyhogy szerintem teljesen jó. Illetve az RM7, ami lehet egy old, illetve egy color változatban is. És ugye itt is tudjátok szabni a litert, látjátok, hogy 28.000 liter, illetve a színválaszték itt is, amit csak szeretnétek, lehet kiválasztani, hogy felső szeret szabni. Na nézzük meg itt, hogy pontosan igazából maga a hangjuk a gépeknek, majdnem mondhatnám, hogy ugyanaz, akkor így próbáljunk is ki egyet, ami a legnagyobbat, ha már itt van a 218-as gép, hogy hogyan is néz ez ki itt a játékba. Hangja nagyon jó, szépen felfelé a gép. Szemire. Hogy néz ki a belseje? Szerintem teljesen kultúrát, semmi durva, illetve ha minden igaz, talán van benne olyan is, ami szimpli ízés, és ki lehet nyitni neki, ha minden igaz, az ajtaját, illetve dolgait, hogy érdemes megnézegetni rajta, ha minden igaz, úgy írta le a készítő, hogy szimple íc és tehát nyitogat. Na, ki fogjuk mi is már próbálni, úgyhogy menjünk itt vele egy kört, nézzük meg, hogy mondja a 218-as.
Éppen beindul, föl is pörög. Teljesen tökéletesen használható a gép, nagyon jó megy. Nagyon jó hangja, nagyon jó kormányozható, szerintem teljesen tökéletes. Meg tud nézni mindenféleképpen, hogy gyújtok is pontosan a gép. Nagyon-nagyon kis szuper. És mint ahogy beszéltük is, ugye a elvileg a kombájnok szimpla ízések is. Lehetne kirakni egy ablaktörlőt, kormányt tudjátok mozgatni, oda-vissza, illetve van egy gomb, amikor a csövet tudjátok fentről is engedni, hogy mindenféleképpen pozitív a játéknak a részről, hogy teljesen jó meg van csinálva. Hát oké, mindenféleképpen. Hogy majd ki fogjuk próbálni. Próbáltok itt is, írjátok le véleményeteket, mit szóltok hozzá ez a pakkhoz, szeretnétek látni még ilyen pakkokat, ütögessünk össze. Nagyon szépen köszi srácok a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, nyomtok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!